Mándiola mutatja a kisföldek közötti árusító helyen, ami kapható fenyőfákat. Már elkezdődött a fenyővásárunk a múlt héten, már most igen nagy rá a kereslet. Hát igazából a nagyobb fenyőket keresik most, a normandot vagy a luccot. Az árak viszonylag kevesebbet emelkedtek. Az árak 3500 forinttól felfele jönnek 20000 forintig. Sokan a szokásoknak megfelelően, de csak december 24-én díszítik fel a fát. Addig érdemes hűvös helyen tartani. Mi mindenkinek elmondjuk, hogy kint hűvösben tárolják, mert ugye ilyenkor még nem jó bevinni a lakásban, és mikor beviszik a lakásban, akkor jól rázzák meg a fákat, hogy a kórokozók, a bacik menjenek le róla. A vásárlóknak a legfontosabb, hogy illatos legyen a fa. Az hozza el az igazi ünnepi hangulatot a családhoz. Illatos legyen, mert nekünk az a legfontosabb, hogy karácsony és fenyő illat is legyen. Az árakkal ki vannak békülve a karcagi vásárlók. Az egyik vásárló azt mondta, hogy az a fontos, hogy a gyermeke legyen megelégedve. Tavalyhoz képest kisebb, a tavalyhoz képest, mert tavaly nagyobb volt, de egyébként meg igen. Hát tőle nagyobb legyen a fa, én azt mondom, mert a kisebb az már nem szép. Meg hát a műfenyő az igazából nem az az eredeti karácsonyos feeling és hangulat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor legyen az idén is a fenyő, úgyhogy hát igen, nagyobb lett, mint ő. Megint boldogok vagyunk, igaz? A műfenyő szerencsére egyre jobban megy ki a divatból, és többen visszatérnek az eredeti fenyőfákhoz. A fenyőfákat még december 24-én is meg lehet venni, ha marad.